Sziasztok, ez itt a Párás Idó Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika és családja. És én. Én a pulikutya. A havasi yeti, a lápilidért, kicsoda! Pifko Krisztián alias Mujó. Na, hát így kell szépen precízen, 1000%-os pontossággal meghatározni, hogy ki is vagy te. Kérem tisztelettel. Legalább azzal a pontossággal, ahogyan a tekerések meghatározzák a menetszámot, és a menetszám meghatározza az egyenlő ellenállást, ami meghatározza a teljesítményt, ami meghatározza az akkumulátor élettartamát per 300 töltés per év per hó. Jó mondtam? Mi kihagytam valamit? Kipihented magad, vagy túlaludtad magad, vagy mi van veled? Honnan jött? Olvastam a fórumban. Ja, azt hittem az ómikus tekerésre gondolsz. Hát valami olyasmire, igen. Fuck yeah! Mi van a kezetekben? Az én kezemben rezsókoil. Ja, nem, nem, ez hülyeség. GS. Milyen, mintha nem tudnád. Ez olyan, mint a te málnád. Hibáztál, hibára halmozol, fekete ribizlit pöffentek. Azt kérdeztem, hogy mi van a kezemben. Mondhatta volna, hogy a nadrág szíjam. Nekem semmi nincs a kezemben, de mindjárt lesz. De Charlie, neked milyen kezed van, hogy fekete ribizlit tudsz belőle pöffenteni? Mi van a kezedben, fekete ribizlis lekvid a tartályban? Szóval halálos. Jó. Is. Is és. Ja, meg kaptam egy csomó mindent a amik majd egy-két héten belül megint reviewzásra kerülnek. De az üvegpalástban, a GT2-ben természetesen a málnát pippantjuk. Szigorúan előírás szerint. Egyébként én tudom, hogy miért nem adnak neked reviewzni cuccot, Charlie. Hát azzal a málnával szerinted bárki visszaveszi? Bizony. Sőt, elmondom neked, hogy a Kaifun 4-et, amit visszaadtam, Rácz Béla gőztársunk kapta meg, és azóta legnagyobb megelégedésére használja azt a készüléket, azzal a birodalmi málnával kikent készüléket. És nem is, wow. És nem is kell neki, képzeljétek el, csak PG végét belekeverni, mert akármit csinál vele málna. Ez a spórolás magas iskolája. Köszönjük szépen, ennyi volt mai adásunk. A Köcsök Párásító podcastet hallottátok. Jó, Istenem. Mindenki az én málnámra van rá ugorva. Borzasztóak vagytok. Hát igen. Na, döglött a buli, menjünk haza. Hogyan szívjunk közösen? Nem erről a döglött buliról nekem... Mindig a haverom jut eszembe, mikor mentünk pecázni a Velencei tóra, és hát ő úgy pecázott, hogy fogta a fenekező szettet, berakta a hajóba, beevezett egy 200-300 métert, ott kidobta, visszaevezett. Fenekező szett az valami csajozós szerszín. Igen, várta a kapást, kifogott 3-4 halat, én addig ott ülök a parton, nézem, hogy mi a helyzet, mert az enyémen semmi, majd fölállt, ki megnyújtóztatta a csonyi, azt mondta, hogy döglött ez a víz, menjünk haza. Na mondom, elmész te a picsába, az meg tele van a szákod. Döglött ez a víz. Tele van döglött, hallani, és mind ide jött hozzám. A picsába, hát nem igaz. Van egy kedvenc, hát nem is tudom, minek mondjam, közéleti emberem. Úgy hívják, hogy Váncsa István újságíró. Gondolom. Hát ő miatta néztem a Heti Hetest. Ő miatta olvastuk annak idején a Számítás Technika című újságot. Aki még emlékszik rá. Hát úgy mondod, hogy aki élt már akkor. Aki élt már akkor, igen. És neki van egy nagyon jó idézet a Füstölgők Társaság, akik ugye a dohányosokat takarja az oldal. És ő írta, hogy amikor gimnazistaként rászoktam a dohányzásra, azért szoktam rá, mert tilos volt. Tehát én azt hiszem, hogy a tiltás mindig mindenben elgondolkodtató, és a legrosszabb eszköz, ami létezik.
Úgyhogy ez csak így fölvezetőként a következő tiltás sorhoz, amikor egy kalap alá vonnak minket a dohányosokkal, és természetesen most már elmaradhatatlan eszköz egyébként, hogy betiltjuk a dohányzást, vesző és az e-cigarettázást adott helyen. Nem, nem, ezt így nem mondják, betiltjuk a dohányzást, pont, és mikor te vépelsz, azt mondják, jó, de hát az is cigarettázás. Kretének. Viszont, hogy a témákba belecsapjunk, nézem, hogy ezen a research oldalon, az Indiegogón összeszedték a következő adagnyi pénzt az újabb kutatásra? Összebizony, nagyon nehezen akart összejönni, de a végén sikerált. Ezúttal a doki nem a vaper közösséget célozta meg, hanem inkább az e-cigi iparnak a tagjait szerette volna bevonni. De lényeg, hogy összejött a kutatásra a zseton, úgyhogy a doki ígérete szerint legalább 3 tanulmány fog ebből születni. A különféle fűtőszál hevítések, különféle hőmérsékleten való, na, ennek neki futok még egyszer, tehát a fűtőszál különféle hőmérsékleten való hevítésének a következményeit, a páraképzés, likvid fogyasztás és a likvid, vagy az így keletkező gőz karakterisztikáit fogják vizsgálni, és bizonyára szokás szerint nagyon érdekes dolgokat fog velünk megosztani a végén. Hát egyrészt, másrészt ez ugye a gyártóknak is óriási, hogy is mondjam, tudásanyag. Hát kvázi igen. $500 hozzájutnak ehhez a tudáshoz, igen. Mert ahogy néztem, hát mondhatjuk, hogy nehezen jött össze, de egy az, hogy rézelték a célt. 102%. Ilyen szép magyarsággal, tehát elérték a $72 000, azért az nem kevés pénz. Hát nem. Lehet, hogy Tahitin fogja a következő kutatását. Nem hiszem, Charlie, de hogyha ezt mondjuk a magyar állami pénzből kellett volna megvalósítani, ez a töredékére nem lenne elég. Azt gondolom, ebből meg három tanulmány fog születni. Igen, ha ez Magyarországon történne, igen. Akkor 40 milliárdba kerülne, és a tanulmány végén azt mondanák, hogy ha melegítik a fűtőszálat, akkor van gőz. Igen, és ez egy háromsoros, nagyon komoly Excel táblában lenne. Igen. Szóval, igen, azt tegyük hozzá. Van hő, van gőz. Igen, azt, nem. Igen. Tegyük hozzá, hogy azért itt nem kicsi pénzeket kellett megmozgatni, tehát $500, tehát nem bonyolították túl, ahogy az ilyen ez így van, founder ez így oldalakon van. Szokták. Szerintem ez nem sok. Iparági résztvevőknek ez semmi, Charlie. Igen, csak nekünk, mint magánember, viszont akár még egy hogy is mondjam neked, még egy likvid forgalmazó boltnak is megérheti adott esetben, hiszen mondjuk ebben a crowdfundingban pont az a nagyszerű, azt hiszem, hogy az Indiegogo az pont úgy csinálja, nem, a Kickstarter is, hogyha nem jön össze a cash, akkor visszatolják, tehát gyakorlatilag veszteni nagyon nem veszthetsz vele. Az a projekt beállításától függ, van ilyen flexible funding, vagy hogy a fenébe hívják, hogy mi akkor is elindul, hogyha nem gyűlik össze az egész, van valami olyan opció is, de ez minden esetre nem olyan volt. De ez is olyan volt. Igen? Ez is olyan volt, csak teljesítette. Jó, hát mondjuk, ahogy látszott, hogy megvan a 100%-ot, hirtelen be is húzták a kéziféket. Mindegy, várjuk a kutatás eredményét szerintem. Hogy igen, lesz. Nagyon izgé lesz. Most vette elő a zsepijét, Krisztián. Milyen zsepit vettem elő? Nem tudom, valami nagyon nem zöld. Tudom, de ja, valószínűleg nem én voltam. Kis, de biztos, hogy te voltál, a kis márkás mikrofonod, oda súrolódott a még márkásabb borostámhoz. Tiszta élő gyapjúból készült pulóveret. Azt nem akartam mondani, hogy a melszőröthöz, de jó, igen. Jó, mert ez itt lifeg. Aha, jó van. Aha. Ja, akkor én igen. Voltam. Ilyen ez a gravitáció, a fene egyemek. Nem a monogramos zsebkendőmet vettem elő. Így van, és nem a saját pizsamádból is öröksz a fotelmat. Nem lenne ilyen hangos. Kezedben egy pipával. Én voltam. Ledőlt a salgó polcról, mint egy 30-40 liter likvid.
A spájz. Mert hogy spájzoljatok, spájzoljatok, Tehát spájzoljatok. spájzoljatok, így van. Na, haladó riport, vagy nem, haladó szellemű riport. Nem. Várj, ennek neki riport, egy haladó. Riport egy haladó szellemű leszoktató központ vezetőjével. Hát azért harmadszorra csak sikerül. A francba. Útelágazódás. Útelágazódás, így van. Itt nagyon a végünket érezzük. Ezt ki tette be egyébként? Ezt szerintem én követtem te. El. Nem, ez én voltam. Hát, és én mit mondtam? Szerintem te. Ennyit mondtam. Nem. De, azt vagy mondtam, így. Szerintem te. Na gyerünk, hirdesd az igét. Na, zuhany bele, Krisztián. Jó, ez egy riport Louis Rosszal, aki az angol társadalombiztosítás dohányzás leszoktatós központjának a Leicesteri illetőségű helyén dolgozik, és annyit kell tudni erről az ottani leszokás segítő központról, hogy ez egy egész Angliában lévő hálózat, és oda besétálsz, hogy ezt szeretnél szokni, és akkor mindenféle tanácsokkal és egyéb dolgokkal látnak el téged. És a Leicesteri Stop Smoking Service állomás az egészen különleges a hálózat többi tagjával összehasonlítva, ugyanis Louis Ross volt az egyetlen, aki menet közben meglátta a lehetőséget abban, hogy lehet, hogy nem is hülyeség ez az egész elektromos cigaretta dolog, és ezen felbuzdulva elment egy-két konferenciára és előadásra, ami a témában volt Angliába, ahol még inkább meggyőződött arról, hogy itt mégsem arról van szó, mint amit a közegészségügy nagy arcai szeretnének lenyomni az emberek porkán és elhitetni velük. Úgyhogy a Leicesteri leszoktató központ az egyetlen Angliában, ahol igenis kiállnak amellett, hogy ha valakire szeretne szokni a dohányzásról, akkor mint alternatívát ajánlják neki az elektromos cigarettát is. Ezt tudod, miért érdekes? Nem tudom, befejezted a gondolataidat ezzel kapcsolatban? Ő nyugodtan, mondjátok. Mert ez kapcsolódik a hármas ponthoz egy picit nekem. Igen. Legalábbis... Ja, azt meg... Akkor még nem fejeztem be, már át. Jó, akkor mondjad, és utána átfűzök. Két érdekességet emelnék ki még ebből az egész történetből. Ők ugye egy ideje már csinálják ezt az elcigi ajánlását alternatívaként ott, és olyan házon belül mért eredményeik vannak, hogy aki elektromos cigarettával is próbálkozik, annak a többi hétköznapi halandóhoz képest 20%-kal nagyobb sansza van, hogy abba hagyja a dohányzást, legalábbis az ő házon belüli számaik szerint. És aztán meg is fogalmazta a véleményét azzal kapcsolatban, Louis, hogy ami a világban zajlik, és ő ezt úgy fogalmazza meg, hogyha sikerül oda szkróloznom végre, hogy ő azt szeretné látni, hogy véget érjen végre a korlátozó szabályozás, a gyógyszerruhába való belekényszerítési próbálkozások és a morális ítélkezések, és inkább elmenne az egész egy olyan irányba, hogy végre megértenék, hogy az elektromos cigaretta az egy jó minőségű fogyasztói termék, amit igazából mindenki számára elérhetővé kéne tenni, aki szeretné ezeket használni. Egy nagyon haladó szellemiségű Louis. Hát azért mégse egy konzervdobozba dobáltatja a csikket, meg méri közben a potenciált, tudod. Igen, de ő egyébként ilyen donkteként egyedül van ezzel, és ott akit érdekel, az olvassa el, mert nagyon hosszú a riport, és sok érdekesség van benne, hogy azért nem volt könnyű neki lenyomni a feletesei torkán ezt az egészet, hogy ő ilyen újszerű dolgokkal is szeretne próbálkozni, kiváltképp, mivel ez tökéletesen szembe megy azzal, amit a fölötte lévő funkcionáriusok képviselnek általában, úgyhogy bátor lépés volt a biztosítóképpen. Na erre akartam egyébként a harmadik ponttal ráfűzni. A Washington Examiner egyik cikkében találtam, már pedig mikor, ez december 11, tegnapi cikk. Már a címe is ígéretes volt, szabad fordításban annyi, hogy hogyan segítsünk a cigarettáról való leszokásban. Fejezzük be a hazugságokat az e-cigarettával kapcsolatban. Ez a cikk ezért már a címe miatt tetszett nekem. Egyébként kitért
a szereplőire az ágazatnak, az üzletágnak, és rögtön az első mondatban olyan szinten neki ment az egészségügyi intézményektől kezdve a non-profit szervezetekig, az akadémiáig, tehát akadémikusokig, mindenféle hárombetűs okos csoportokig, hogy az magával ragadott engem. Ugye itt azt mondja, hogy az állami egészségügyi intézményekben, a non-profit szervezeteknél, akadémikusoknál az a szégyenletes szerep játszódik most le, hogy a legfontosabb egészségügyi problémát, a cigarettázást ugye káros szenvedélynek ítélik, ez tiszta sor, viszont kivétel nélkül az összes ember a leszoktatáshoz úgy áll hozzá, hogy le kell szokni, és állítólag háromnegyedük dohányos is, és mintegy 20%-uknak sikerül csak adott évben leszokni a dohányzásról, és mégis ragaszkodnak ahhoz a tézishez, hogy az elektromos cigaretta dohányzás. Ez lehet szándékos, lehet tudatlanságból adódó, teljesen mindegy, manipulálják a tudományt, illetve azokat az ismereteket, amik a birtokukban vannak, vagy egyszerűen csak nem foglalkoznak vele, és jönnek ezekkel a japán, mi az Istennek, nem tudom már minden neve. Tudósok. Japán meg angliai tudósokkal, igen, és itt egy jó példa, például, hogy a CDC ugye nemrég beszámolt arról, hogy a dohányosok aránya 17,8%, és hogy csökkent, jó, hogy alig észrevehetően, de csökkent a tavalyi évhez képest. Viszont azt úgy elfelejtik elmondani, hogy az amerikai dohányosok 42 milliónál állnak most ember. Ez körülbelül ugyanannyi, mint egy évtizeddel ezelőtt. És azt még tegyük hozzá, hogy körülbelül 1,5 millióan halnak meg évente dohányzással összefüggő betegségekben. És nem akarom ezt nagyon bőlére ereszteni, de itt van a cikknek azt hiszem, hogy a negyedik bekezdésében, hogy az e-cigaretta hosszú távú hatásai még mindig nem bizonyítottak, bár számos közzétett vizsgálat azt mutatja, hogy igen jó hatékonysággal képes segíteni a dohányzásról való leszokást, és legalább olyan módon képes segíteni, mint az FDA által jóváhagyott termékek, csak hogy még a káros hatás is kevesebb. Ezek az adatok egyébként teljesen összhangban vannak a józan ésszel, hiszen ugye nikotin, víz, köd és egyéb anyagok vannak benne, mint például az aromák, és ugye nincs benne az a több száz toxin és rákkeltő anyag, mint a cigaretta füstben. Yeah. A cikkben nekem az volt az érdekes, hogy végre valaki Amerikában is kimondta azt, hogy a hivatalos média és a WHO is folyamatosan azt tolja az emberek arcában, hogy az e-cigaretta, az kapudrog, és hogy a nagy dohánygyárak az e-cigarettát használják arra, hogy a fiatalokat rászoktassák a nikotinra, és úgy függőséget alakítsanak ki, és aztán később a dohányzás bűnös útjára tereljék őket. Blablabla. És ez nem igaz. Tehát ez mindannyian tudjuk, hogy pontosan mennyire szembeállnak velünk a nagy dohánygyárak, mert nekik nem üzlet, nem akkora üzlet az e-cigaretta, mint önmagában a cigaretta. Tehát ez egy őrület, és erre fűz rá egyébként, ha már nem tudjuk mi, megszakadt. Sikert elvitték a pomogácsok. Igen. Annyit beszélt. Na itt vagy, megjött, csak nem hallottam. Itt vagyok, jó. És erre fűz rá egyébként akkor a hatos pont, amit ugye én tettem be, a Nikorét. Még, bocsáss meg, annyit akarnék, csak lezárásaképp ennek az egésznek, hogy itt ebben a cikkben is kitérnek arra, hogy etikátlan hogy fogalmazok szépen, mert közben angolról kell magyarra, hogy etikátlan az a helyzet, amit előidéznek azzal, hogy a közbizalmat rendítik meg
ebben a decentralizált e-cigi iparágban, ami még csak most kezdene igazából beindulni. És védik ezáltal a cigaretta piacokat, ugye, ez így van. És ezáltal a jövedéki adót is védik. Is védik. És azzal, csak ha ilyen szentimentális érveket sorolna föl az ember, hogy az e-cigarettások undorodnak a cigarettától, a füsttől, a bűztől, és a többi, és a többi. De ezeket valahogy mindig elhanyagolják, amikor szóba kerül ez az egész dolog. Egyébként, és ez a vége a történetnek, történet. Egyébként nem egy újságíró, aki ezt vélemény igen, cikkben pont ezt megfogalmazta, akartam hanem Gilbert Ross, MD, ha esetleg valakinek az MD nem ismerős, Dr. House is ez volt, ő is ilyen emberke volt. Szóval Dr. Gilbert Ross, orvosigazgató és ügyvezető elnöke az amerikai tudományos tanácsnak és egészségügyi szervezetnek, ami egyébként egy közegészségügyi non-profit szervezet, tehát valószínű, hogy ezért is tudott ez a cikk megszületni, mert non-profit. Úgyhogy ennyi. Én ennek a cikknek nekem rohadtul örülök. Nekem egyébként ez, amit mondtál, ez teljesen olyan, mint az államvallás. Tehát, hogy a dohánygyárak, a jövedéki adóbevétel és az állam, ezek így egyben vannak. Tehát, és ebbe rondít bele az e-cigaretta. Képzeld el, hogyha náluk is az lenne, hogy senki nem dohányozna, és tudod, mi lenne akkor mindenhol? Majd bejönne, hogy a kerülő körgyűrűknél is majd matricarendszer lenne náluk is, meg a bevezető autópályáknál is matrica lenne, és még azt mondják, hogy köszönd meg, mert olcsóban mehetsz le a Balatonra. Levegője, Charlie! Hányszor vettél a levegőt? Benne van a szóban is. Venni kell a levegőt, Charlie! Venni kell a levegőt! Szerintem ezt ki kell majd vágnunk az adásból, mert aztán valakinek ötletet adsz. Igen, mondjuk ötleteket. Venni kell a levegőt. Na, akkor néhány téfit a nikotinról, ha már itt tartunk. Téfit. A nikotin rákot okoz. Téfit. A nikotin okozza a dohányzással összefüggő betegségeket. Téfit. A nikotin felelős a dohányzás negatív élettani hatásaiért. Téfit. A nikotin sárga foltokat hagy az ujjakon és a fogakon. Téfit. A nikotinpótló terápia a dohányzásnál is károsabb, mert a nikotin függőséget okoz. Téfit. A nikotinpótló terápia nem biztonságosabb a dohányzásnál. Téfit. A nikotinpótló terápia csak lecseréli a függőséget egy másikra. Téfit. A nikotinpótló terápia elhízáshoz vezet. Téfit. A nikotin egy mesterséges anyag. Na most az is téfit, hogy ez az e-cigarettáról szól. Ez pontosan a Nicorette tapasz reklámja, amit felolvastam. Tehát amit itt most elmondtam, az az e-cigarettára is igaz. Köszönjük szépen! Kedves... Mekkora öngól a részükről! Kedves gyógyszergyártók, tényleg, tehát én nem gondoltam volna, hogy ennyire mellettünk állnak, de komolyan. De sokkal, sokkal nice-abb lett volna, hogyha te így sorold ezeket, és meg a mújóval csak így beordítjuk, hogy téfit! Téfit! Sorvadjatok el! Itt ott végigolvastam, és ma... Végigolvastam, és elnémultam. Borzasztó. A honlapján van. Köszönjük szépen. Ebből semmit nem hallottunk egyébként, mert elnémultál. Igen, hogy a honlapján van. Nem baj. Ez egy gyógyszergyártó cég honlapján van. Köszönjük szépen. Mi sem mondhatjuk el volna ezeket szebben. Ez szebben, igen. Akkor tudom, hogy Krisztiának tetszik valami, mikor a végén úgy röhög, hogy a végén azt mondja, hogy... Nice. Jaj. Mi van még itt nekünk a puttonyban? Hát nagyon sok minden. Volt egy sajnálatos baleset Amerikában, ahol egy gyerek
hozzáfért, egy nem, tehát ugye az emberi hülyeség határtalan. Otthon valaki úgy tartott magas koncentrációjú nikotint, hogy nem gyerek záros üvegben tartotta, és gondolom a gyerek meghúzta az üveget. Mire beértek vele, ez olyan 2 óra volt, tehát 4:06-kor észlelték a mérgezést, már lehet, hogy hamarabb elkezdődött, 5:53-kor pedig az életét vesztette a kórházban, tehát nem tudtak már rajta segíteni. És természetesen ezt is felhasználják az ECG ellen, amit mondjuk én ebből a cikkből leszűrtem, hogy 18 év alattiaknak adhatnak nikotinos likvidet bárhol Amerikában. Az nekem egy picit az újdonság erejével hatott. Te erről tudsz valamit, Krisztián, egyébként, hogy ott kint hogy megy? Ott sincs szabályozva sehogyan se, ugye? Tehát alapvetően, hogyha nem lenne felelősségteljes és önmegtartóztató a kereskedői brigád Európában, akkor itt is lehetne. Tehát alapvetően szabályozás az nincsen, ott sincs, illetve jó, nálunk már van, ugye? Úgyhogy ez egy kicsit nem teljesen fette a valóságot, amit mondtam, de még a dohány direktíva előtt nem volt, úgyhogy az egyetlen visszatartó erő az kizárólag a kereskedők önmérséklet tanúsítása volt ebben a témában, úgyhogy Amerikában minden ez van, nincsen szabályozás ebben a kérdésben. Egyébként a cikkből semmi nem derül ki, tehát sem az, hogy milyen töménységben, mennyi idő alatt, hogyan egyáltalán ízesítve volt, vagy nem. Nem tudom, hát aki kóstolt már. Én például 18, onnan tudom, hogy egy nikotin erősség 18-as, hogy attól csuklok. Komoly, tehát... már hogyha megnyalod? Igen, igen. Én az erős paprikában vagyok itt. De halál komoly, tehát 16-os még nem, de a 18-astól már csuklok, mint ahogy az erős paprikától csuklasz. Nálam ez egy ilyen beállított érték. Az a szép egyébként ebbe az egészbe, hogy ugye az ECG jellemzők azonnal rárepültek, és kongatják a vészharangot, és teljesen olaj nekik a tűzre ez a dolog. De most nem találom a cikkbe pontosan, de amikor korábban olvastam, az ütötte meg a szememet, hogy a kérdésben a rendőrtiszt, aki nyilatkozott, ő úgy fogalmazott, hogy ez egy nagyon-nagyon sajnálatos háztartási baleset. Ez így és van. Valóban ez egy háztartási baleset, erről nem az elektromos cigaretta tehet, erről nem a nikotin tehet, erről a baszott felelőtlen szülő tehet, de egy háztartásban van nagyjából 400 másik dolog, amivel hasonló kimenetelű balesetet lehet szenvedni, hogyha észszerűtlenül kezelik ezeket a dolgokat. Tehát hülyék mindenhol vannak egyébként, mind a két oldalon. Én erre csak egy nagyon jó magyar példát tudok fölhozni a 80-as évekből. Volt egy totális gyomírtószer, úgy hívták, hogy Reglon, ami iszonyú fölmaródást okozott a nyelőcsőben, hogyha lenyelted. És zöld színe volt, természetesen az, hogy az alkoholisták ne igyák meg, de ők a zöld színt a diólikőrrel tudták párhuzamba állítani, ezért egy évben többször ittak ilyet, mert ugye a munkahelyről lopva 2 decis diólikörös üvegbe kellett hazavinni, és valami okos meg a törvényhozásba, vagy nem a törvényhozásba, hanem a jogalkotásba kitalálta, jó, akkor, hogy ne ígyják meg, hánytatót kell belerakni magába a vegyszerbe. Na most azt képzeld el, hogy ami egyszer lement, azután, és végigmarta a nyelőcsövedet, az abban a pillanatban még egyszer visszajött. Még egyszer följött, hát ez csodálatos. Jó, tehát ez a, tudod, a gyomorba még lehetett volna semlegesíteni mondjuk tejjel, vízzel, bármivel, érted? De így ebben a formában oda-vissza. Tehát ez a világ zseniális, zseniális, ez így van, ez zseniális ötlet volt, úgyhogy utána aztán be is tiltották hánytatóstól, mindenestől, és egy másfajta készítményt használnak azóta. De ezzel deszik át. Ezzel deszikálták a napraforgót. De tehát érted, hogy mennyire hülyék van az emberek? Tehát ez borzalom. Azt hittem, hogy DDT-t fogsz emlegetni, nem is tudtam, hogy milyen kontextusban. Magyarországon tiltották be a világon legelőször, tehát a DDT az nálunk egy nagyon pozitív történet. Amúgy, ez csak így fél... Az elcigit is nálunk tiltották be a nikotinos legelőször. Igen, igen, de
De az egy cigaretta nem 40 év alatt bomlik le a földbe, Charlie. Rock and roll. Ennyi móka és kacagás után szerintem nézzük meg könnyed témaként azt az All-in-One e-cigarettázók svájci bicskáját. Jézus van rajta. Istenem, már megint? Jaj, jaj. General GMD6 Multifunctional Variable Voltage 6000 mAh újra tölthető e-cigaretta elem. Ez kérlek szépen... Overbank. Ez LED lámpa, powerbank, speaker, hangszóró, fekete. És még fekete. De hát ez szóval óriási. Azt, hogy az 5-10 csati körül van a LED lámpa, tehát gyakorlatilag saját egy magadat is meg tudnád vakítani. Hú, baszki, még barnulni is lehet. Akkor, tudod, ha megnyomod az UV lámpát, és közben vépelsz, akkor így csak az arcod barnul, mint a kvarc lámpánál régen. És komolyan ott van az izzó világító vége közepén az 5-10-es csati. Igen, igen, és ráadásul ezt, hogy nézem, ez valami elmebeteg erővel világít. Tehát, hogyha szerintem rossz gombot nyomsz meg, akkor simán a retinád leválasztja pillanatokon belül. Ionizálja a fűtőszálat. Ahogy nézem... Nem értitek, hogy működik. Van itt benne TF kártyaolvasó, USB port, mini USB port, fejhallgató, hangerőszabályzó gombot, bocsánat. És azt nézd meg, azt hangerőszabályzó gombot. És az léptet is, Charlie. Leföl, megállít, mindent csinál. Bocs. Hát ez... Ez durva. Nem is tudom, hogy... Tehát ezt a kocsiba berakod, simán megszerelsz vele bármit, és utána elszívhatod, mint Marlboro. Ezen ott a másik oldalán van valami LED még, tudod, ilyen, szerintem az ilyen funkciókijelző, vagy nem hát tudom. Hát szerintem, ja, USB töltőhöz, hogy éppen milyen stádiumában van. Ja, de hát tulajdonképpen fejhallgató sem kell, hanem tudod, így parasztba is tudod vele hallgatni a zenét, hogy... Mert az alján a rács mögött az a hangszó. Várjál, 2, 4, 6, a 8. képet megnézed, ez olyan, mint egy bazinagy subwoofer. És gyakorlatilag akkor így tudod, így kirakhatod, mint a kocsma előtt a brazilok, és ordítta. Mit csinálsz? Fejezd be, ne ordítasd a zenét! Én csak elcigizek, és közben megy a lagzilajcsi belőle. Hatalmas. Hát mondjuk hiányolom róla az ego csatlakozót, de így is ki lehet vele karistolni. Na, hát ilyenek hát vannak. 6000 milliampere óra. Zombi apokalipszis idejére ez a tökéletes. Azt így, amiről... azt így el tudjátok képzelni, hogy megnyomod a tűzgombot, és közben az üvölt belőle, hogy égni kell annak, aki gyújtani akar. De gondolj, de tényleg, zombi apokalipszis, ez a tökéletes mod, 6000 milliampere óra, azért ezzel el lehet dörgetni mondjuk 2-3 napot. Hát, ha tényleg annyi. Hát persze, akár liszttel is. De elosztom 2-vel, az is 3, tehát én ilyenkor így szoktam végig gondolni. És van hozzá egy 50 milliamperes töltő. És hogyha már itt a modoknál tartunk, akkor még két nagy ilyen hírünk van. Szerintem maradjunk a komolyabbnál először, hiszen voltam olyan... Nem én voltam. Azok, akik felajánlották tesztre az utóbbi időszak készülékeit, tehát volt itt varivoltos ego csatlakozós készülék, meg egy slug mod, egy meha mod, amit... Fölajánlott a forgalmazójuk, hogy ezt kisorsolhatom. Úgyhogy jövő héten csütörtökön karácsonyi sorsolás, hogy még a karácsony falá oda tudjon érni. És podcast vonatkozása is van a dolognak, mert hogy, mondjad Fifika? Várjál, melyik az a bótos? Úristen, már megint elfelejtett. Ja, a Liquid Garden. A liquidgarden.eu felajánlásából mindenki a liquidgarden.eu oldalról választott magának 3 különféle ízű 18 milliliteres liquidet. Jogilag támadható, vagy azt mondtad mindenki, a nyertesek.
Bocsánat, nyert. Képzeld, holnap basszus, elkezdik. Basszus, haj, ez majdnem olyan volt, mint az oszi árverése. Jaj, jaj, jaj. A nyertesek. A négy darab nyertes választhat magának. Természetesen még aznap, amikor megtudom a posta címüket, kipostáz. Úgy fogom szerintem csinálni, hogy majd együtt csináljuk akkor ezt a közvetített hangoutot, és akkor értelemszerűen majd a nevüket is tudni fogod, és ők majd veled fogják direktben fölvenni az oldalon keresztül a kapcsolatot, hogy milyen íz szeretnének. Hát ez gyakorlatilag ajándék, majdnem 60 milliliter valakinek ez a havi, igen, havi igen, adagja, igen, úgyhogy köszönöm szépen ezt a felajánlást is, mint a... Kókusz ne kérjetek, az már nagyon kevés van, kókusz ne. Igen? Málnát se kérjetek, málnát se, mert az az enyém. Mert az nincs is. Igen, nem tud olyan jót keverni sajnos, mint az én szakácsom. Milyen cég ez, nincs málnája, bakkár. Hát, nem találtam még jó málnát. Ezt be kell, hogy a térképre férfi. Nem tudjuk még felrajzolni akkor. Szóval a nyereményjáték egyébként teljesen egyszerű szerintem, mert föl kell menni az e-cigi teszteknek a Facebook oldalára, és ott van ennek a három készüléknek a review-ja ugye belinkelve, és csak annyit kell, hogy azt a saját üzenőfalán ugye publikusan megosztja, és beírja, hogy melyik az a készülék, tehát azt, amelyiket megosztja, abban fog játszani, és odaírja, mit tudom is én, hogy ő miért szeretné ezt megnyerni. Lájkolhatja is nyugodtan a képet. Figyelj csak, Charlie, hogy ezt a slug... És csak egyet ér megosztani? Ha ezt a slug modot én nyerem, akkor te megkaphatod a három likvidemet. Ó, nagyon szépen köszönöm. Te egy igazi angol lord vagy. Meghajoltam most előtte, de nem látom. Ezek után, ha én nyerem, az nem, is lerólunk. Hogy... Igen, a következő a Gavron volt, hogy már pedig az ő neki tetszene. Visszatérve Krisztián kérdésére, nem, hát természetesen több mod játékra is indíthatja magát a kedves olvasó. Az a játék menete egyébként, hogy az elsőnél ugye kisorsoljuk, ha a következőnél véletlen mondjuk az ő neve lenne a kalapból kihúzva, akkor az nem fog ér. Már játszani, igen. Azon gondolkoztam az előbb, hogy itt ilyen nyíltan korrumpáljátok egymást orba szájba, hogy a kedves hallgatóknak megemelkedhet a szemöldöke, hogy de aztán rájöttem, hogy Magyarországon vagyunk. Sőt, azt elárulhatom nektek is, hogy utólagos engedelmetekkel beszéltem Blackivel, és múltkor beszéltünk arról, tudjátok, hogy lehet széttekerni ezeket a nagyon nehezen széttekerhető modokat, kazánokat, és akkor jött ötletként ez a bőröv, meg ilyen házi praktikák, de természetesen Angliában erre van már megoldás, egy előző adásban már említettük ezeket a kis kulcsra akasztható kis... Szerényen kiszóltunk Blackinek, hogy... Igen, egy ilyen torokkaparás volt, és aztán mondtam neki, hogy négy darabot szeretnék, Fifika, Mujó, Charlie felirattal, és a negyedik az a podcast hallgatói, az pedig a podcast hallgatói között lesz kisorsolva, és hát, hogy lássuk, hogy mennyire hűséges a hallgatótábor, nem fogjuk sehol reklámozni, azt majd szépen, ha valaki végighallgatja az aktuális podcast adást, meg fogja tudni. A betelefonálók között sorsoljuk ki. Igen, az offline betelefonálók, köszönjük szépen videki versenyzőnknek, üljél le egyes. Úgyhogy szerintem... Aki podcast közben fölhív minket, az fogja megkapni. Erre még van fél órája. Úgyhogy, hát attól függetlenül, hogy non-profit kis akármik vagyunk, mint a hazai podcast széna csillagán, égboltján, szerintem azért vállalható az, amit itt sikerült összekuporgatni, összelapátolni. Aztán jövő hét csütörtökön minden kiderül. A másik az ismét egy kínai gyöngyszem lett volna, aminél én döbbenten állok, szavakat nem találok, a Jézus modot jászolostól, mindenestől be lehet szerintem dobni ez alá. Hát ez nagyon durva. Mi ez?
Ez kérlek szépen a... Hát ez titok egyébként, tehát ezt próbáltuk így megfejteni, de titok. Szerintem ez a... praktikus forma vaperkarácsonyfa. Ez a hogyan sértsük föl legegyszerűbben a nadrágzsebünket, illetve hogy törjük el a bordánkat, ha esetleg úgy esünk el, hogy ez a mellény zsebünkben van. El nem tudjátok képzelni, kedves hallgatók, ez egy szabályszerű alumínium karácsonyfa, aminek a tetejét, ha letekeritek, akkor ott van az 5-10 csatlakozó, az alját, ha letekeritek, ott van az akkuhüvely. Borzasztó. Egyébként ez ilyen vicc az egész, mert ha valaki most megrendelni, és 5 nap múlva lesz talán nekik készleten, akkor az lesz 17-e. Ha hajlandóak vagytok rá plusz $50 rádobni a 21 dolláros árra, akkor talán karácsony előtt megérkezik. Egyébként meg már a fa se lesz fönt, tehát a vízkeresztnek is már ideje fog múlni, mire ez megérkezik esetleg. A plusz $50-ra se érkezik meg, mert valamikor most fog beköszönteni a kínai új év, és egy hónapig senki se jobbra, nem, se balra. Nem, az utána van, az már jövő, az utána van? Jövő év. Az jövő év. Hú, de bonyolult számolni. Nem, az... nem, valami hold igen, az január vége, vagy február környéke, hát, de... Így szokott lenni, így van. De egyébként elég unalmas a doboza. Nincs se bibliaszerű, se semmi, tehát... Mint egy szaloncukros doboz, kb. Olyan. Szaloncukros doboz. Köszönjük szépen vidéki versenyzőnket. Gyönyörű. Várja, mi fér bele egyébként? 18650. Zsír. A jövő karácsonyt mindenképpen egy ilyennel kéne szerintem ünnepelni. Abszolút-e menő a dolog. Jövő karácsonyra kellett volna befektetni, de lehet, hogy most meg kéne rendelni, Charlie, hogy jövő karácsonykor egy ilyet ki tudjunk sorsolni a podcast hallgatói között. Szerintem akkor úgy kéne ezt versenyeztetni, hogy ki az, aki nem szeretné megnyerni, és szerintem mindent letarolnánk vele. Borzasztó. Tehát az lájkolja az oldalt, aki ezt nem szeretné megnyerni. Nekem minden ellenérzésem elillant a termékkel kapcsolatban, amikor megláttam, hogy végre egy kínai mechanikus mód, aminek nem ego csatlakozója van, hanem mezei 5-10-es. Tehát akkor te itt megvetette a termék magát veled akkor? Abszolút, már csak ezért. Úristen. Kuriózum, soha többet ilyen nem fog készülni. Ugyanitt keresünk a podcastbe Krisztián helyett valakit, aki tudna velünk hetente beszélgetni, mert ezután nem leszünk hajlandóak vele szóba állni. Ez az egyik, a másik, hogy amennyiben csütörtöki időpont jó neki, mi azt kultiváljuk. Áruló. Ezúton is csókoltatjuk Andort. Mondjad? Andorral is bajban vagyunk, érted, mert neki is ilyen mikrofon, meg nincs külön süket szobája. Egyébként nagyon szépen köszönöm, Krisztián, azt a linket, amit küldtél. Én szeretném, hogyha a Razer Golden member lennék, és a Razer hivatalos támogatott podcastere lehetnék, úgyhogy én beadtam a játékra a jelentkezésem, illetve pályáztam. Fifika is, úgyhogy te is add be, és nem esküszöm, ha én nyerem, az enyém lesz. De te is játszál, mert akkor lenne egy normális mikrofonod. Többek között. Ezt a linket viszont senkinek nem áruljuk el, mert a nyerési esélyeinket csökkentenénk. Egyébként nagyon-nagyon fasz a kis asztali aktív mikrofon valami. Néztem egyébként, hogy na mondom, ha nem nyerek, veszek. Hát az alapkiépítés 55 000 volt plusz ship, úgyhogy, és azelőtt még nem volt még a mikrofon előtt ilyen sziszegés, meg zajszűrő, meg köpködés elnyelő háló sem. Az már 230 € volt. Úgyhogy, Krisztián, a lényeg a lényegben, X-eld be, töltsd ki, jelöld meg, hogy podcaster vagy itt nálunk, ha kell, egy papírt írunk, aláírjuk, igazoljuk, bélyeggel, mindennel. Csak legyen jó mikrofonod.
Mondjuk amit így is végeztünk, kitöltöm én is. tök jó egyébként így most telefonnal is az utóbbi pár hét adása, nagyon megkönnyítetted az utómunkások életét, ez én vagyok. Örülök, hogy segíthettem. Mindenre, vagy mindez csak azért volt szükség, annyi volt szükség, hogy elmenj a WC-be, magaddal vigyél egy telefont. De azt észrevettétek egyébként, hogy a közösségi oldalakon egyre hülyébb kérdések röppennek föl nap, mint nap. De azt még mielőtt válaszolunk rá, hogy igen, tegyük hozzá, hogy és egyre hülyébb csoportok is. És tehát egyre hülyébb csoportok konkrétan is. Szerintem valakik azt hiszik, hogy azért kell Facebook csoport, mert mindegyik csoport egy fórum topik. És már tehát a gőzölőjének gőzölője társasága. ez a Brian élete szindróma megy mindenhol már, érted? Szóval borzalom. Bocsánat, borzalom. Hogy most off-topicként ezt megjegyzem, de Oszitól elhoztam egy nem sokára teszt alá kerülő RDNA-t, és balga módon rátekertem a régi Typhoont, amiben fekete ribizdi van, viszont Oszi papa meg valami dohányos ízzel kerget a halálba, és még a csatlakozón is érzem az RY4-et. Zárója bezárva. Ennyi. Fú, és még a kontaktspré se viszi ki belőle. Közérdekű információt hallhattatok. Ki fogom rezgetni ultrahangos mosóval. Na, hogy erről is mindjárt szót ejtünk. Ne fájtsd a szívemet, itt van. Shakespeare-i magasságú monológok és ultrahangos tisztítóval foglak szétbabbázni. Na, térjünk vissza a Facebookos csoportokra. Mi a kikelésed oka? Van egy Facebookos csoport, ahol mi gyűjtjük ezeket a gyöngyszemeket. És most már naponta 3-4-et látok ilyen, tehát ez az egyenlő tekerésű ellenállások. Ómikusan, hát ezt nem bírom. Miért? Az egyforma ómiság az egy nagyon fontos dolog. Vettem egy Typhoon GT-t, írja a topikba a srác, vettem egy Typhoon GT-t, illetve nem is Typhoon, nem is GT, hanem egy klón, és még csavarhúzót se adtak mellé a szarháziak. Hát mire tekerjek, és hogy, és mit? De és minek vetted, hogyha nem tudod? És mit rakok bele, igen. És mit rakok bele? Ez iszonyú, érted? Iszonyú. És hát sajnálatos módon egyébként nagyon mellbevágott az egyik régi ecigisünk. Az egyik régi ecigisünk visszatért az analóghoz, abból a fölindulásból kiindul, vagy nem volt tartalék nála. Megmondtam, hogy spájzoljatok. A jó Isten áldjon meg benneteket. Egyébként meg, ha elfogy a likvid, tönkre megy a készülék, bármi. Ott van a vízforraló, vattád is van, likvided is van, rá kell nyomni a fűtőszára a vattát, megcsepegtetni, lecsukod a tetejét, beleszippantasz. Vagy a rezsó szívószállal fölötte. Hát nem igaz, hogy nincs ennyi probléma megoldás a magyar emberek fejébe. Hihetetlen. Vannak még itt azért gyöngyszemek, csak 2-3-at kivonatosan. Nyomjad. V6-os vamó miért sípol sokszor fele töltöttségnél? Mivel tegnap óta van meg, nagy tapasztalatom még nincs vele, de mintha az ICR aksikkal jobban csinálná, mint a fekete Zibellevel, ez nem tudom mi, de lehet, hogy én vagyok csak tájékozatlan. Egy darab 350-es aksival tolom, 16,5 watt, tötteredöttere. Erre bekommentelt B. Dávid, Otto, az pont csoporttal hagyjál, bazd meg. Ott olvastam, hogy a barom rácsodálkozott a nagybetűkkel hézagos mikrokoilra, és rákérdezett, hogy azt hogy kell csinálni.
Úgy, hogy a hézagnál nem tekersz. És akkor... Igen, minden második tekerést kihagyod. Egyébként már nem jut eszembe a Rip Trippernek az a videója, ahol tudjátok, ilyen spirál alakban tényleg, mint a Rezsó, úgy tekerte föl. És erre megmagyarosítjuk, kicsit ilyen bugacira vesszük a lendületet, Rezsókoil. Rezsókoil, így van. Azt hittem, hogy ez vicc egyébként, de nem. Nem. És ott nekem a legszebb mondat az így hangzott. Leszedem a Hanáról ezt a Mutation Base-t, és ráteszem erre a standre. Ott végem volt, papot hivattam. Hát annyira kemény. A Mutation Base-t, és ráteszem erre a standre. No, mindegy. Jó, gyerekek. Azért elszórakoztatnak minket, tehát valljuk be őszintén, hogy ez a stand-up comedy új magasságokban. Nem nyitunk egy új rovatot, ahol minden héten egy ilyen, de csak tényleg a best of-ot beolvassuk? De ezen én is elgondolkoztam. Jó. Rengeteg induló lesz. Győzzünk erős csak válogatni. Erős a mezőny, de győzzön a Jobbik. Mi is meghirdetjük majd a Pocsékáruk fóruma versenyt, és mindenki beküldhet gyöngyszemeket a csoportba. Egyébként meg szerintem a Malmó azért sípol, mert túlontúl csücsörít a használója. De nem, az fütyül. A fütyülna, igen. Az fütyül. Fütyül. Túl sok répát evett biztos. Igen, a PVM-esek meg kobráznak. Azok zizegnek. Egyébként már megint kaptunk hideget-meleget. Gondolom az esedékes pénteki podcast szombaton lesz, mert akkor ugye írtad volna, hogy jöhetnek a kérdések. Na, hát erre varjatok gombot. Ez kiírta, az Andor? Nem, Péter. Szűcs Péter. Írta és itt, igen? A kérdés, vagy nincs kérdés? Ez a kérdés. Vékony Zoltán írta, hogy mondjunk elcsünk szót boxmodokról, melyik most a Best Buy, X-Pro, Zigelej, Pioneer, árérték arányban érdemes két akust venni, avagy sem. Én meg erre azt mondom, hogy olyan széles a paletta, hogy mindenki a saját ízlése szerint tud választani, kell választani, mert az én ízlésem amit nagyon szeretek, az itthoni, sose ki nem vívős billetbox, de másnak ez gyenge. Vehet nyugodtan 1700 wattos Pioneer IPV84-et, vagy azt a videót, amit sajnos nem rakhatok ki publikba, de nézzétek meg abban a zárt csoportban, ahol mindhárman tagok vagyunk, és be fogtok pisálni a röhögéstől. Egy kereskedő által review-olt boxmod. Igen. Úgyhogy ott is... Tehát boxból is ugyanaz van, mint a normálból. Van VV, van MEHA. Elektronika szerintem ugyanaz a kínálat. Tehát olyan szerintem nagy, kicsit azért nagy struvályok nincsenek. Azért lendültek meg kicsit a boxmodok, mert mindenki tud... egy kis utánajárással venni ilyen projektboxot, nem is tudom, mi ennek a jó magyar megfelelője, ilyen olyan dobozokat, amikben mindenféle tesztképpen belehaigálhatja az ember az áramkörét, gyakorlatilag inkább ők belehaigálják, és aztán használják. Egy cigi szerelő doboz kapható az úttörő és ezermester boltokban. Igen? Ugyanitt előre tekelt kantális. Kantális. Na, ezt majd mesélek még erről. Egyenlő ómikus. Szóval preferencia, hát most mit azt mondom, hogy aki tud tekerni, az vegyen mehát, aki nem tud tekerni, vegyen 50 wattos vari wattos készüléket. Na ez pont ugyanolyan egyébként. Tehát most csak ha abból kiindulok, hogy megtekerem az új kazánomat, és olyan trakok bele, ami nem jó az egyiken, akkor azt kompenzálni tudom a varivattal, de hát értelme nem igazán van.
ezeknek a 2, 3, 8, X számú akkúval rendelkező boxmodoknak nem nagyon látom igazából értelmét, mint ahogy 50 watt fölött sem. De hát térjünk vissza erre a témára majd 2 év múlva, hogy éppen hány watt lesz a mainstream, és mi lesz épp a ciki, hogy aj, de ciki, hogy te csak 20 wattig gőzölsz, borzasztó. Szóval, ja, hát ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Boxnál én úgy vagyok, vagy úgy gondolom, hogy könnyebb akár ilyen homemade-ben is megfelelő felkészültséggel természetesen előállítani valamit, és megosztani azt a nagy érdeművel. Tehát, hogy mondjam, lényegesen egyszerűbb, mint egy 22-es csőbe bele applikálni mondjuk egy DNA elektronikát, vagy egy SX elektronikát. De az egyéni referencia, meg hogy is mondjam, ízlés kérdése, hiszen ott a dobozoknál azért jobban el tudsz szaladni a fantázia, hogy itt egy kis él, ott egy kis fa, amott egy kis karbon, fölpolírozom, nem polírozom, tehát tényleg az már ott először a szemed veszi meg szerintem a terméket. Sokkal egyszerűbb megépíteni, mint egy csőmodot. Bazisokkal. Hát jól elférsz, jó szerelhető, mondjuk egy fadoboz azért. Hát szét azért kell szedni egy izét, egy mi az anyám, a román mod. Mondjad már. Wizard. Hát, de hogy... Markbox-os. Az a Markbox. Tehát egy Markbox-ot, aki már látott szétszedve, hogy ott hogy van bele imádkozva az Evolve elektronika. Igen, az ő fölteni a kezét, hogy én ilyet nem akarok az életben csinálni. Úgyhogy ezért igen, egyszerűbb a boxba. És aztán persze lehet itt is a milliméter. Az énebb kisebb 2 milliméterrel. Hát meg már nyugtott is lehet ilyen boxmodokat értette. Nem kell színes fémtelepre járni mindenféle alkatrészt. Most láttam a MediaMarktban 3D nyomtatót. Volt pofájuk ráírni, hogy 449.990 forint, és az a nagyon gagyi, aminek a fűtött tárgylapja is szerintem nem volt 5x5 centi, és emellé oda raktak egy 3D-ben kinyomtatott karperecet, ami körülbelül 10 centi volt az átmérője, tehát ziher, hogy nem azzal a készülékkel készült, és egyébként még szarul is nézett ki. De hogy minek... Ehhez képest a Gavron a ragasztópisztolya olyan 3D-s ragasztást csinál neked, amilyet csak szeretné. Úgyhogy ez volt... Igen? Egyre kell csak figyelni a boxmód építésnél, hogy ne izgass fel a tótékat, mert szétvágnak. Négybe. Igen. Még egy kérdés volt, fú, de pipa vagyok az ilyen nevekre, hogy nem tudom a nevét, csak a valami Dai Dave, írd ki a nevet, kérlek, írd ki. Esetleg a Typhoon GTS-ről, és én itt már képzavarban vagyok, hogy ez most a GT, GT, a GT-nek GS. A klónja, vagy a GS, vagy a Big Fritz, vagy a nem tudom mi a GS-nek a Little Fritz, vagy Kleine Fritz, vagy Kleine, vagy mit tudom én, hogy milyen Fritzek vannak még itt klón neveken. Nem tudok erről mit mondani, nincsen sajnos klón, se GT-m, se GS-em, se Fritzem, se semmi hasonló. És még a Typhoon se gyártja a GTS nevű kazánt. A GTR-re már több infóm lenne, nagyon erős, 4 kerék meghajtás, 26 millió forint, és autó, de egyébként a GTS-ről nincs infóm, sajnos. Igen, az viszont nem írtuk be az adásmenetbe, és annyi misét megérne, hogy polemizálunk itt mindig ezen a klón eredeti háborún, és magyar kereskedők is kirakják a webshopjukba, az eredeti megjelenése után gyakorlatilag 4 nappal, 5 nappal, 1 héttel a klónját, hogy
pre-order, és hamarosan lesz, hogy iszonyat hova eljutottunk. Vagy hogy... Figyelj, amire van kereslet, Charlie, tudod... Igen, nem. Csak azon röhögök ilyenkor mindig, hogy mondják, hogy ez biztos, hogy a klón, és akkor mutatnak egy képet, ami nem a gyári stockfotója, mert ebből is rengeteg van, hogy a gyári stockfotóját felrakják mondjuk a Kaifunnak, vagy a Typhoonnak, vagy a bárminek, most csak ezt a kettőt helyeztem előtérbe, mert ezek jelentek meg mostanában, és felrakják, hogy de ez nem az a stockfotó, és mert hogy egy ilyen rózsaszín abroszon van lefényképezve, de könyörgöm. Tehát ő is vehetett egy eredetit, és rárakhatta a saját abroszára, lefényképezi, és fölrakja, hogy hamarosan itt van a... Egyrészt meg ismerik a Photoshopot. Hát, ez, igen. Szóval én mindig azt mondom, hogy még az eredetiből is jó, meg kell az embernek ilyen árak mellett gondolni, hogy mit vesz, pláne a klónokból. És akkor hány topikot láttunk most a Facebookon, ahol már ezeket a csoportos vásárlási lehetőségeket nézik, hogy az Ali akárhonnan rendeljünk, de a minimum order az 15 darab, és még 14 embert keresek. És szegény butusok nem gondolnak bele, hogy 15 darabnál bizony azért a határon ott már van súlya. Ott bizony még áfa is lesz, meg vám is lesz, attól függ, hogy mekkora tétel, de hogy vám biztos lesz, az ziher. És aztán majd lehet kalkulálni, hogy mi éri meg jobban. Hát jó. Hát ha lehet szavazni, akkor én szinte minden esetben az eredetire szavaznék. Nyilván van az a helyzet, amikor az ember nem tudja megvenni. Mondjuk én 2G-est használok, egy eredetit, meg egy klónt. És ha nem tudnám, hogy az eredeti megvan egy picit kopva a klónhoz képest, akkor nem tudnám, melyik az eredeti, melyik a klón. Közszolgálati percek következnek. Az, amit te mondtál, illetve talán neked a Blacky mondta, a GS féle mesh szövet kiváltása. Igen, igen. Na, kipróbáltam, überfasza, úgyhogy a világ legjobb grafikusának is, aki mindenféle szírszart nekem megcsinál az oldalon. Ugye odaadtam a kazánt, amit tőled cseréltem, hogy veled cseréltem, és azóta úgy használja, azzal a tekeréssel zseniálisan működik. Figyelj, Charlie, Blacky egyszer megmutatta, beledugod a közepébe mondjuk a kínai klónban nem biztos, hogy belemegy a szemcseppentő üvege, de az eredeti GS-be patent. Tehát, mintha oda elmondom neked, hogy tudod, mi megy bele, ha az nem megy bele. Meg az inekciós tűnek a sapkája. Nem, találd föl magad, legyél már kicsit profibb. Megfogod a csipeszt, összenyomod, és beletolod a lukba. És aztán a köré tekered. Én gyakorlatilag így csináltam, és tökre fasza lett. Nagyon jó működik. Nagyon jó működik. És akkor nem kell szórakozni, mert múltkor kérdezte valaki, hányas mes? 325 vagy 400. 400 meg. Egyébként is tök milyen mindegy, hosszú, hány menet, mennyire kell összepödölni, semennyire baszki. Bevattázott, hello, ennyi. Nem, mert valaki írta még azt az ötletet, amit én egyébként egyszer régen próbáltam, tudod, hogy a nyuszi fület fönt kivezettem a lukon, de nem ér annyit az egész. Nyuszkó, ahogy mondtam régen, és a tetejébe ez a kurfli. Kész. Működik. Ennyi. Ennyi. Ezúton is köszönjük Blackynek. Már nem tudom, mióta gondolkozom rajta, hogy már egy videót megérne ez a bevattázási technika. Jaj, ha be vagy te vattázva. Befogd a szád, kis csávó, mert úgy körbe vattázlak. Jajaj, jajaj. Most olvasom itt a párásítóban közben, hogy miket írogatnak, még esetleg kérdést. És Lackó Attila természetesen ráfűzött, vigyázzunk, ne merjétek még abba hagyni, egy órát húzzatok rá. Egy óra négynél járunk, jelentem, unjuk. Egyrészt, másrészt pedig majd akkor lesz plusz egy óra, hogyha a pizzafutár ilyenkor becsönget mind a hár.
Az egyik, a másik pedig, hogy vérszemet kapunk, és csinálunk egy előfizetéses csatornát, vagy ha föltornázom a YouTube csatornát 1000 fő fölé, akkor ott is lesz előfizetéses content, hogy szép magyar szóval fogalmazzak, és majd ott megszabhatja nekem Lackó Attila drága, innen is csókoltatjuk a legnagyobb fanunkat Andor mellett, hogy mennyi content legyen, nehéz ám azt legyártani, és még utána a való életben is teljesíteni a családi elvárásokat. Főleg úgy, hogy Charlie-t már tűkönülve várja a felesége. Igen, szegénykémnek mondtam, hogy amint végzek, megyek érte, 10 perccel kellett volna induljak, úgyhogy én még gyorsan átfutom a kérdéseket. Nehogy egyszer valaki elraboljon Charlie, és bezár a pincéjébe, egy rajongó. Nem, elborult rajongó. És egymagad fogsz podcastelni. Ezt akartam mondani, hogy ez a rajongó itt erős kifejezés lenne. Tehát inkább a Criminal Minds jutott az eszembe. Stephen Kingnek volt, és nem jut eszembe a címe, az a regénye, amikor a nő elrabolja a kedvenc íróját. Ja. Én nekem erről azért, az a Julia Roberts-es film jutott eszembe a... Nem Julia Roberts-es volt, nem tudom mi volt. Pán ilyen? Péter? Ne, te hülye, persze, meg az édesek és mostohák. Nem, de itt, ezt nem hiszem, de valaki folyamatosan vereti nekem itt a Facebook cseten, de nem akarom bezárni azt az ablakot, mert ott jönnek a kérdések. Szóval két dologgal adósok vagyunk még, hárommal. Ja igen, a videó, azt kipipáltuk múlt hétről, az egy apró kis gag a sex table, Jack Black tolmácsolásában 1 perc 5 másodperctől. Érdemes megnézni, a kezében hol van ego, hol nincs ego. A kultúrára viszont nem dobtál be videót, Fifika. Nem, mert te dobtad be még a múlt héten az ehetit. Nem. Tortúra, tényleg, igen. Misery. Na, akkor keressétek csak meg a linket, mert nekem nincs meg, én a kultúrából kitöröltem most valamit. Mit csináltad? A múlt héten direkt betettél egy, azért nem is kerestem, mert a múlt héten betetted a... De az nem kultúra, az videó volt. Az videó volt, és a Jack Black... Sextape a... Az a videó, igen. Jó, és mit rakjunk be kultúrának? Stephen King-et? Tortúra. Jó, rendben. Abszolút, tök vállalható. Ezt nem fognak majd aludni karácsonyig itt az emberek. Meg majd mondják, Stephen King után szabadon kell lögem. Igen. Csak hogy tudjátok, hogy mit érünk át hétről hétre. Milyen rohanás az életünk, hogy csütörtök helyett péntek, és pénteken kidolgozik, és ki nem. És még a pénteket is Charlie eltorzítja szombatra, meghajlítja maga körül a téridőt. Azt tegyük hozzá a téridőről, hát most jönnek a témák, lehet, hogy kihúzzuk 2 órát. Hogy jön a karácsony, most egy kicsit lehet szabadabb a beszélgetés szerintem, hogy... Az egyik az az, hogy ugye alapvetően mújó miatt van az egész. Csütörtökkel sose volt semmi baj. Andor, hallod? Sose volt semmi baj. A másik a téridő kontinumról jött eszembe, hogy most láttam, van fluxus kondenzátoros karóra. Vigyázzatok! Benne szerezzem. Most láttam valami geek oldalon, hogy éjszaka 2:30, amikor nem tudok aludni, akkor ilyeneket nézegetek, és majdnem lecsaptam rá, hogy berendelem, aztán mégsem. Kuporgatunk a Kaifunra. Most ilyen üzemmódban vagyunk. És... Karácsony előtt a negyed is tudja? Nem hallgat podcastet, úgyhogy mondhatom nyugodtan. Nem tudja. Hogy azért nem ezt, mert a Charlie-nak új kazánja lesz. Na, most hétvégén lesz egy összeröffenés, és hogy ezt tudjam kompenzálni, hogy... elmegyünk valahova. Előtte, hát úgy dobtam be a témát, hogy mi lenne, drágám, hogyha elmennénk szombaton mondjuk a Bécsi Adventre. Tök jó, tök jó. Figyelj, és utána nem megyünk el esetleg egy ilyen kis vacsorás? Hova? Tudtam, hogy valami van a háttérben.
Dehogy is, csak fölvetettem ötlet szinten. Szóval, igen, 10 év után már az embernek nagyon kell logisztikázni és megválogatni a szavakat, hogy mit, hova, mikor mond. Ja, vettem születésnapodra egy új vödröt a disznóknak. Hát nekem volt ismerősöm, aki fűnyírót vett az asszonynak karácsonyra. Aranyember. Hogyha már a karácsony szóba került, akkor addig mondjuk még van 2 hetünk, de jó lenne tisztázni a dolgokat, hogy akarunk-e karácsony pirosbetűs ünnep alatt podcastet csinálni. Én a nemre szavaznék. Jó, ne akarjunk. Jó, tartsunk egy hét szünetet akkor. Így van. Azt hittem Krisztián olyan fogyatékos, hogy jó, tartsunk akkor ott egy Így van. pénteki podcastet. Így mondom, Kriszti, Krisztián. figyelj csak, Charlie, de egyet ígérj meg, hogy berarolod az összes adást a Lackó Attilának, és főteszed egy FTP elérésre. Nem szeretném, hogy sírna a fa alatt. Nem, azt úgy fogom csinálni, tudod, hogy így egymás után ilyen véletlenszerű sorrendben összefűzöm, és akkor hallgassad, itt van neked, hát több mint 50 óra adás Ára. most már. El leszel vele 25-26-án, csókol anyád, Gizi. Úgyhogy szerintem ez megoldható neki természetesen. Pedig én arra számítottam, hogy tartunk egy ünnepi adást, és együtt elénekeljük a csendesét. Tudod mit, akkor most azt fölveszünk adás után, ahogy te énekelsz, és ha jó sikerült, Akkor a Charlie csinál egy másfél órás adást. meglájkoltatjuk, és akkor tudod, mint a... Ezt nem hiszitek el. Nem hiszitek el, bekapcsoltam a tévét, Telekom előfizetés, Magyar Telekom azonosító, bekapcsoltam a set-top boxot, jött az üzenet, a 100 akárhányas csatornán nézhetem a kandallót. Átkapcsoltam, oda basszátok meg, nem kell most már HD DVD-t venni ilyen témával. 130-valányos csatorna, a csatorna neve Kandalló, és ropog a tűz. Óriási. És nem ám ilyen gyenge 20 másodperces végtelen generált film. Egy picit elszúnyadtam a ropogó kandalló alatt, és mikor fölpillantottam 20 perc múlva, a fa már le volt égve. És utána visszanéztem, és képzeld, már megint pakolt rá valaki. Úgyhogy múltkor eldöntöttem, hogy nézni fogom egy órán keresztül folyamatosan, a szemem nem veszem le, Hol a vágás? és megnézem, hogy ki pakol rá fát. Tehát ez egyébként egy óriási piaci űr. Nem kell nekem 600 ezerért kandallót vennem, minek? Oda kapcsolok a TV csatornára, és HD-ba nézem. És még És arra 10 000-es. emlékszel, hogy volt ilyen csatorna, amin vonatoknak az útjai voltak 24 Ne órában? idegesíts. Ez már súrolta egyébként a Duna TV-s akváriumot, de igen, emlékszem rá. Semmi másról nem szólt a csatorna, mint hogy itt tudom én, a Német Vasúttársaság összes járatára főtettek egy kamerát, végigmentek, és non-stop ezt nyomták. Hiánypótló. Lehet, hogy nekünk meg olyat kéne, hogy folyamatosan vépelünk. Ennyi. Hát egy ilyen, figyelj, oda Johnny Gif is elég lesz, Charlie. Gomolyog a gőz. És közben hallod ezt a sercegést néha. Ú, a gomolygásról jutott eszembe, olyan finom házi sajtot vettem, basszus, nagyon jók. Ja, te a gomolygásról átfűztél a gomolyára. Igen, Ez igen. Igen, zseniális. ami egyébként nem biztos, hogy azt eszi a Krisztián, az egy sima házi sajt, a gomolya az meg, jó emlékszem, az birka sajt, de Nem, van tehén gomolya. nekem a Van kollégám tehén szokott gomolya? csinálni kecske Igen. sajtból, de nagyon apróra vágott lilahagymát bele jelzésértékkel belehint, ha ettetek még finomat. Igen, én És ezt minden héten. megcsinálja fokhagymával, hagymával, basszát, Schnitzlinge. amit el tudsz képzelni, azt mind belerakja az élet sava borsát. Én most Nagyon jó. oregános gomolyára csaptam le, elképesztően finom. Vannak ezek a... És én ezért Charlie, akarok... van még fokhagymás lekvidem, hogyha érdekel. Köszönöm, azt hagyd meg a... Majdnem azt mondom, hogy a Batmannek, de majd, hogyha megérted a Dracula, majd annak fújd az orra alá.
Tényleg az vámpír ellen mekkora cucc, te belefújod az arcába a fokhagymás likvidet. Ú, ezt a következő vámpírfilmben megcsináljuk. És hozzá egy vámpírmód, amit nem szívni kell, hanem fújni, és a másik oldalon ugye tolja az arcába a gőzt. Istenem. Azt írja Lackó Attila, rögtön ez Charlie, én bízom benned. Oké, akkor sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak. Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És én. Jó, kontinuitásba keveredett, és ugyanolyan hülyén köszönöm. Várjatok, mert még nincs címünk. Igen, azzal elfoglalni az utolsó... Jó, neked van, Charlie, te tekintetes úr vagy, de az adásnak is. De ezt akartam, hogy ez az utolsó 20 percet simán elblicceljük. Visszaállítom feketére a betűt, mert nem igazán látható így. Én azt olvastam most, összejött a zsé a doki helyett, hogy összejött a dzsoki. A zsé meg a dokiból lett nekem dzsoki. Hát ez kész. Szegény Larry Hagman. És a dollaz is elkaszálták. Hol áll a ki? Júj, Krisztián. Annyira off topic, hogy nem tudom elmondani. Walking Dead fél évad záró? Csinos. Megvolt? Meg, de hát ezt a múltkor már beszéltük, hogy... Akkor várjál, mondok jobbat, tegnap néztem. Sons of Anarchy? Évad, igen, és szezonzáró. Hát az van. És sorozatzáró. Fú, te. Hát ez, ja. Amit a Kurt Sutter az utolsó egy évadban végig szenvedett, azt itt az utolsó két részben azt úgy odavert, hogy nem győztem hát kapkodni a fejem. Kemény, mikor az anyját berakják, és amilyen fehér abban a hullazsákban, így kemény volt. Szétszpoilereztük most itt magunkat. Az öreg Peggy Bundy. Igen. Fú, nagyon nagy szerep volt. Tehát én az elején nem tudtam kikapcsolni ezt a Peggy Bundy-s emlékeket róla, de most meg már egyfolytában a hullazsákba látom, meg az összevart mellkassal. Mert, tudom, hát jó kis sorozat volt, szó se róla. Igen, és ugye, ha visszaemlékszel, hogy halt meg az apja Jaxnek, ugye ugyanazzal a motorral, a mostoha apja megpiszkálta, és egy teherautó, egy kamionnal ütközött. És tényleg. Úgyhogy, és ott, ahol beszélt a Jax a sziklafalnál, ahol ugye föl volt írva az apjának a monogramja. Igen. Akkor lehet, hogy ezért egy gyorgott az elején. Van egy iszonyatosan jó horrorfilm, azt nem szoktátok nézni? Az a cím, hogy a boci soron következő áldozata. Ez egy horror pornó, azt mondtad? Hát nem tudom, te határozd meg a kategóriáját, hogy ez mi lehet. Ez valami New Age-es hülyeség lehet. A boci soron következő áldozata. Az összes embert, aki beül ebbe a kocsiba, egy boci van a biztonságjövőn, Krisztián. Ja, te hülye! Az összes embert lefényképezik, és azzal másnap történik valami. Igen. Eszméletlen jó. Ez az én autóm, és meg lett már így örökítve Nagy Matyi. A Gergő és a mai áldozat Tatár Tamás volt. Tatár Tomé? Igen. Krisztián, nehogy te legyél a következő. Pont Lackó Attila mondta, hogy ha őt így egyszer le tudom fényképezni, akkor azt mondja, hogy 1 millió forintot ad nekem, tehát addig szépen ezzel etetem a tömeget, és egyszer csak a Lackó is be fog ülni. Nincs menekvés. Úgyhogy most megint sorozat hiány vagyok. Banshee nem indult el. Mi van még? A Blacklist-tel haladok. A Crossing Lines évadzáró megvolt, ott is azért... Nézzél Ripper Street-et. Na még arra rákattanok, mert ugye még a Last Ship-et várom, meg... Én nem tudom ezeket nézni, tele vannak ilyen nagyon durva monológokkal, semmi... Jellemábrázolás, egyetfejlődés, ez nem baszós kardozós, mint a Trónok harca. Nézzük, az csak vér, meg mellek.
Charlie, nem szabad csúnyán beszélni. Tehát a nők például azok nem finganak. Mindössze apró csillámokat pufogtattak, ami úgy hangzik, mint egy szarú gyönyörű kocaja. Igen, ezt múltkor olvastam, hogy csillámpóni sztori. És most az illata bejutott... pedig olyan, mint, egy szí... mint a szivárvány. Szerintem elő nincs lejjebb, most kéne elköszönni, és megtalálni a címet, mert... Hú. A szivárvány illata. Semmi köze nincs a heti adáshoz teljesen. De nagyon jó. Töremek, töremek. Hát ez nagyon jó. December, jön a karácsony, a szivárvány illata. Hát gratulálok neked. Tűlevelet a seggedbe. Ó, Istenem. Na, részemről ennyi volt. Charlie majd kitalálja a címet, én már megmondtam. Al Pacino után szabad, tudod, ez a Scent of a Woman, ez majd a Scent of a, mit mondtál? The Csillámpóni. Csillámpóni. mondjatok címötletet. Miért? Most mi a baj a szivárvány illatával? Szerintem abszolút ráhúzhatom mindenre. Jó, akkor ez a podcasterek svájci bicskája, ez minden. Jó, a szivárvány illata. Jó, ez minden. De most de tudjátok, mi a nagyon szar? Hogyha most bármikor a életünk hátralevő részében találunk egy olyan lekvidet, aminek az a neve, hogy a szivárvány illata, be fog róla ugrani a csillámpóni, ahogy pukizik. Jövő héten megkeverem. Nem akarom tudni, milyen eszenciából és alsógatya van-e benne. Metán. Adj még metánt bele. Abból sose lehet elég. Na, jó van, már elég volt ennyi. Örülök, hogy itt voltatok. További jó szórakozást a hét hátralevő részére. Csókoltatom az egyenlő menetszámotokat. Sziasztok! Ómikusan! Sziasztok! Ómikusan. Szevasztok! Na, szevasztok! Na, jó van. És én! És én! Na, itt lelőttem. Ennyi volt. Mennyi az asszonyi? Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!